Egyre több halálos áldozatot összesítenek a Maliban történt falumészárlást követően. Már 100 fölé emelkedett a halottak száma azok után, hogy hétfőre virradóra iszlamista támadás ért egy kis települést. A Dogon kisebbségiek lakta Szobakone falut szinte földig rombolták a fulani támadók. A muzulmán vallású nomád pásztor fulanik és a vadász életmódú Dogon népcsoport között régóta véres konfliktus zajlik. Mali miniszterelnöke Boubou Cissé együtt imádkozott a gyászolókkal, és ígéretet tett, hogy kormánya az eddiginél nagyobb erőfeszítéssel igyekszik megfékezni a térségben régóta és folyamatosan tomboló erőszakot. Igyekezni kell a megbékélésért tenni a nyugalom érdekében, mondta a kormányfő. Burkina Faso egykor a nyugalom szigetének számított a forrongó régióban, de az iszlamista erőszak begyűrűzött a szomszédos Maliból. Mali külügyminisztere Tibé Drame azzal jellemezte a támadás súlyát, hogy bár etnikai támadások előfordulnak, ennyi áldozatot követelő falumészárlás eddig nem történt. Terrorista csoportok eddig nem táplálták a helyi feszültség végletekig történő éleződését, kihasználva a konfliktusok régi gyökerét, magyarázta a külügyminiszter. A Szahara déli peremén végighúzódó Száhel-övezet országaiban tevékenykedő dzsihadisták miatt az utóbbi hónapokban százak vesztették életüket, és több mint 150 ezeren kényszerültek otthonaik elhagyására. Malit sokkolta a falumészárlás.